Jauernik család rézműves műhelye nem is a múlt században, hanem még korábban, 1800-as évek legvégén lett alapítva. A nagyapánk alapította, de ő neki az apukája is rézműves volt, Szibakházán. Talán annyit szabad még megemlíteni, hogy igazi 48-as honvéd volt. Szibakházán még ma is megvan a síremléke. Tehát ő is rézműves volt, két fia volt, egy Károly és egy Imre nevezetű fiúgyermek. Mind a ketten kitanulták a rézműves szakmát. A Károly nevű fia lett az én nagyapám, illetve a mi nagyapánk, aki Kunszentmártonba költözött, és itt alapított rézműves műhelyt. 1895-ben már van fénykép, amelyen látható itt a család. A 1900-as évek elején fejlődött a műhely, először nagyon kicsi volt, utána bővült, majd a első világháború után egész nagy fejlődésnek indult a műhely. 30-as években volt a legnagyobb, akkor több mint 20-an dolgoztak állandó munkások a műhelyben. Ekkor volt tulajdonképpen a rézműves szakmának is a csúcsa. Akkor nagyon sok mindenre volt igény, nagyon sok minden eszközt gyártottak, csináltak, amit el tudtak adni. Ettől kezdve folyamatosan szorult vissza a rézedényeknek a használata, a rézüsteknek, permetezőknek a használata. És hát a vége az lett, hogy gyakorlatilag a apám és a testvéreinek a idejében, időskorára ez a szakma egészen visszaszorult. Az egyik nagybátyám haláláig csinálta ezt a munkát, de hát a végén már csak javításokból és kisebb munkákkal tudott foglalkozni. Maga a műhely ez itt nagyon sokáig megvolt. 1990-es évek elején került a múzeum tulajdonába a műhelynek egy jelentős része, de természetesen csak egy része tudott ide kerülni, ugye itt a hely sokkal kisebb, mint a eredeti műhelyben volt. Mikor látogatók jönnek, nézik, hogy mennyi kalapács, mindig el szoktuk mondani, hogy igen, itt elég sok kalapács van, de hát ez csak egy kis része. A rézműves műhelyben legalább háromszor ennyi kalapács volt. Minden munkaművelethez másmilyen szerszám kellett, és hát nem csak a kalapácsokból volt nagyon sok, hanem a lukasztókból, fúrókból, és hát talán az érdekes, hogy ugye még nem villanyfúrók, és nem az a technika, hanem ugye itt 150 évvel ezelőtti technikának megfelelő eszközök voltak. Ma már ugye néve el se tudjuk képzelni, hogy mi mindent meg tudtak csinálni az akkori mesteremberek ilyen technikai feltételekkel is. De a rézműves szerszámok meg annyira speciális szerszámok voltak, hogy sok mindent maguknak kellett kitalálni, megkonstruálni és megcsinálni. Hát ez így folyamatosan alakult a évek, évtizedek során. Van néhány olyan dolog, amire úgy a család nevéhez fűződik, hogy például a Jauernik féle permetező, itt a Tiszazugban ez elég híres volt, sokan keresték, mert megbízható és jó permetező volt. Abban az időben ez erre úgy büszke volt a család. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon büszke erre a családi régi vállalkozásra, annak is mindenki nagyon örül, hogy itt van a múzeumban, és meg tudjuk mutatni a most fölnövő nemzedéknek is, a gyerekeknek is. És hát ugye van még a családban, aki ma is meg tud néhány munkaműveletet jeleníteni, be tud mutatni. Ő pedig nem más, mint Nándor bácsi, aki, ahogy nekem mondta, szerelemből tanulta meg ezt a szakmát. Először is a családi műhelyben apám, nagybátyám mellett ismertem meg a portéjait, mint gyerek. És meg volt a feladatom, mert mindig elláttak valami munkával. 7 éves lehettem, mikor hazajött a háborúból, és akkor kezdtek a nagybátyámmal újra éledni a Tiszazugba, permetezőket, üstöket újra árusítani, mert volt egy pár sálánk még, olyan kucsma alakú,
nagyipar olyat nyomott nekünk, sálát. És az abból került ki a szép karcsúsított kis rézüstök. A több fajta méretben volt, kisebb, nagyobb. Akkor a füleket azt kovácsoltuk, mindegyik tudott kovácsolni. Apám még kovács segédet is nevelt. Feri bátyám az nagyon precíz, finomabb munkákat csinált, mert át kellett állnunk sokszor, ami kellendő volt, mert a gyáripar az fokozatosan szorította ki a rézedényeket, rézüstöket. Na, én ennek a világába kaptam egy rézlemezt, szabám elmagyarázta, hogy mi. A ülőn volt egy ilyen kis horpadás, és azon mutatta, hogy hogy kell domborítani, húzni felfelé. Mindegyik művelethez másfajta kalapács van. Na, krejchamer, stívhamer, a stívhamer, amelyikkel így szépen elegyengedték a rezet, mert először, mikor ráüt az ember a kalapáccsal, hogy nyúljon, először egy ilyen kicsi domború talpú kalapácsot kell használni. Azért kell tükörfényesnek lenni, végeredményben a másik ülőnek is annak kellene lenni, mert ha ráüt az ember, a nyomát, mondjuk egy reszelő nyomot, vagy valami, az beleviszi a edénybe. Ha üt az ember vele, ez egy kis nyomást ad a rézre, lemezre, és terjeszkedik, nyúlik. Sorba szokták kell végezni, egy ilyen darabon körbe. És ha ez körbe van, szépen, ez a simító kalapáccsal, amit domborulatok maradtak, meg ez a szélek, ez elsimítja. Végeredményben a simító művelettel, mikor már végez az ember, akkor szépen, akkor keményedik meg a réz, lesz neki tartása. Összetömörül a réz, és megkeményedik, egészen üvegkeményre meg lehet kalapálni. Úgyhogy ha elkezdeném hajtulgatni, akkor mindjárt elpattan. De a puha rezet, amelyik már ki van lágyítva, ez ilyen puha, mint a ólom lap volna. De ha én ezt megkalapálom, körbe kalapálom, akármelyik kalapáccsal először, aztán a simítóval, akkor már olyan, hogy meg se lehetne hajlítani, olyan keményre meg lehet a rezet munkálni. A rézüstöket gyártották, igényelték is, még ma is igénylik, mert a legjobb lekvár még mindig a rézüstbe fül. Még ma is a lekvár főzők még arra esküsznek a rézüstre. Érdekes. Aromát ad esetleg neki. Ugyanúgy, mint a kisüsti pálinka, az se lehet, csak rézüstben a legfinomabb. Nem hiába a kóranyag van, modern anyag, nem az az igazi, hanem a rézüst csefre, az a rézzel vegyülés, annak a íze, ez pótolhatatlan, ez világmárka, már unikum. A pálinka szesztőzést is csináltak. Apáék sokat. Egy pár újat én láttam, még itthon voltam, de sokat már előtte, valójában háború előtt, amikor még én kicsi voltam, már készítettek a szarvasra, öcsödre, arra, környező falukba, városokba, és
elpusztultak, jégett, akkor újat kellett csinálni, vagy azt is javítani. Fenekelni, de hogy? Mert először egybe volt minden, úgy forrasztották össze kettő vagy három darabból, anyagból, 4-5 milliméteres vastagságú, de az is a örökös használattól kiégett, és akkor azt apáik ülőn hidegvágóval körbevágták a kiégett rongyos részeket, és akkor új lemezből hasonló fazont kikalapáltak, és akkor először összeszegecselték, mert azt már nem lehet falcolni, tehát 200-300 szegeccsel, a 4-5 mm-es részegecsekkel körbeszegecselték. És akkor, amikor ez megvolt, akkor futtatták be, véletlenül se, hogy folyjon, csinnel. A háztartásokban már általában Weilingot, lavort, például ott van az a lavor, az 17 éves koromban még abban mosakodtam, abban a Weilingban sütötte édesanyám a kenyeret, a marabba dagasztotta. Akkor permetezőket, meg aztán, mikor már új nem kellett, rengeteg javításra szólt. Néha tele 20-30 permetező is itt volt, nem győztük csinálni, mert szegények voltak még a háború után, és akkor így kerestük a fillérekből a mindennapi. Apám testvéreim, az mind besegítettek, súrolták a sálákat, mert a rézet mindig tisztán kellett bánni, mert ha oxidálódott, akkor nem tudta forrasztani, vagy valami sem. Meg a glünspánt, a rézrozsdát, azt le kellett róla maradni savval, először, aztán meg homokkal, kóccal, aztán sima fűrészporral leszórták, hogy leszáradjon, és akkor körülbelül fém tiszta lett. Ezt már, ha forrasztani kellene, hogy ez a kis bogrács elő van készítve, ez meg marad, ha már meglágyítva. Ezt lehetne forrasztani. A részforrasztáshoz pácoldatot kell készíteni egy edénybe, egy tégelybe, akár üveg vagy porcelán tégelybe beleöntöttünk mondjuk egy vagy két liter sósavat, ahhoz csink lapkákat kellett felvagdosni, és akkor beleraktuk a sósavba, és akkor a hidrogén nagy robajjal távozott belőlem, ahogy oldotta egymást. Azt még meg is lehetett gyújtani, azt akkor robogott, mint egy zsana. Tényleg, olyan gázok, akkor tudtuk mindig otthon, hogy apáik pácot csinálnak, mert elfogyott. Meg esetleg tettek bele még egy kis szalmiák sót is. Ez nagyon jó volt a részforrasztás, hogy ecsettel bekentük, össze volt pacsítva, és akkor a pákával, meg a cinnel gyönyörűen is meg lehetett így forrasztani. Egy bármely rézedény elkészítése komoly fizikai munka volt, hiszen a rezet kalapálva formálták, simították, és ehhez egy-egy termék esetén több tízezer ütés is kellett. Egy-két munkafolyamatot meg is mutatott Nándor bácsi a múzeumban berendezett műhelyben. Merevítem, hogy keményebb legyen. Körbe egy sorral. Hallani kell, hogy szépen fekszik-e a ülő. Most értem végig egy sorral, ez csak úgy egymás mellé van ütve ezek a kalapásnyomok, és merevíti a mezet, keményíti, puha, meg gömbölyödik is ilyenkor a formára. Ezekkel az ütésekkel a teljes lemezt végigütött? Körbe, persze, körbe.
körbe, és akkor majd a legvégén majd a... És akkor a végén lehet ám látni azok a szép, mint a pikkelyes volna. Kezemmel, hogy irányítom, hogy mindig felfeküdjön. Érezni az ülőn is. Nézem a találkozási. Meg szoktuk jelölni krétával, de hát így is meglelem, hol van a, ez a, most már egészen, majd amikor már egyben van az egész, a fenék, minden, akkor olyan kemény, hogy nem lehet össze se nyomni, mert annyira kikeményedik most a rész. És ez még nem a eredeti felület, mert mondom, amikor már teljesen készen van, akkor simító kalapáccsal végig lesz ütögetve. Nem megfelelő teljesen ez az ülő. De mostan meg tudom mutatni vele, mindig egy kicsit. Először körbeér az ember a karasszán újra kezdeni, és mindig lejjebb. Itten kevesebb domburulatot, itten széli meg majd újra, mikor már közeledik a mérethöz. Rádiuszos él, Glencknek neveztük a üstöknél. Ez csak ideiglenesen van. Fakalapáccsal azért dolgozik ilyenkor az ember, mert ezt a húza nem keményíti. Nekem van kis másfajta ülőm, és akkor középről kezdtem volna, csak hogy be tudjam mutatni, hogy jön majd fel így fokozatosan a fenék. Aztán még vissza lesz hajtva belőle falt. Ez szépen feljön, majd mikor vaskalapáccsal csinálom, akkor már ez is merevedik, és akkor szépen kisimul, és feljön, mint egy tál. Ilyenre lesz, nem ennyire, csak így körülbelül. Ennyire mélyre lesz. Majdnem megegyezik a mélyre. Ez egy nagy hollóring, és sokat nyírtam ebben már, amikor ide került a... Hát csak már nem fogna állítani, kell, be van rozsdásodva. Bádogos nem tud vele nyírni, én meg a főollójukkal nem nagyon. Más. Thank you.
nem mindegy ám, hogy milyen szerszámmal van. Ezen fél centit fel lesz hajlítva, annak a széle 2, újra vissza lesz hajtva, össze lesz kapcsolva, így fog kinézni. Mint én ittem, ezzel a kis anyaggal mutattam meg, hogy a két anyag hogy van összetéve, falcolással. Nem forrasztással van, hanem falcolással. Befestettük a réder tojásos anyaggal a üstöt kívülről, akkor már készen volt az üst, akkor felrakták ugyanarra az ülőre, ami dolgoztak, és akkor így sorba egymás mellé ütötték ezeket a pettyeket. Ott belevitte a festéknek a anyagát a részbe, ahol érkezett. És ez sokáig megmarad, most már enyészet, meg a korom, amíg használták, mert hát rengeteget használhatták, fenn is tudja, hogy mikor csinál. Lehet, hogy a múlt századi. A üsthüllről, ezt külön kovácsolták, arról meg lehetett állapítani, hogy ki készítette. És apáik valami jelet is tettek bele, nem tudom már, ebbe volt-e vagy nem. Egy ilyen vesellakú, és akkor így készít egy kisebb üstöt, nagyobb üstöt, nagyobb üstöt, vastagabb, vas rúd van benne különben, vas pálca végig, körülbelül 10-12 mm-es. Aztán voltak akkor üstök, hogy én be tudtam ülni, azoknak már egészen vastagabb karimája volt. Nézegették meg ma, hogy melyik üst, meg nyomkodták, hát olyan kemény volt, apáik így művelték, hogy kemény legyen. Aztán, de jó nehéz, pedig ez a vasúna nehéz ám benne. Mert hát körülbelül olyan 8-es lehet a rézlemez. Valahol még vékonyabb, valahol tömörítve van, ott vastagabb. És ócsárolta, vagy mit tudod, hogy tudom én. Akkor apa megsergette a fejem felét, és úgy pattant a földön, tudta papa, hogy hogy kell, hogy ne horpadjon össze. A Glenkire kellett esni, erre, akkor a ütést kibír, már amit meghorpadt volna esetleg. Főtől, csak visszajött, ezt megvették. Arra még emlékszek, hát 20 fillért kaptam én a vásárban, hát mind gyereket. Ez az élményem, árulták a papáik a vásárokba. Több utcán keresztül hallatszott az a kalapálásnak a nyoma, mert Szolnok megyébe általában mentek vásárra, és előtte nagy volt a készülődés. Nagy sürgés, forgás volt, hát kopácsolták, csinálták a üstöket, hogy készen legyen, és akkor valami nem sikerült, hogy valami a raktárból elő, bement egy macska, és lepisílte, aztán egy grünspanos lett, jaj, akkor újra szavazni kellett, hogy flott legyen vásárba. Hát én ott darabig ott voltam, vártam, hogy mikor kapom meg a 20 fillért, abból, hát annyi, abból sok mindent lehetett venni, vagy 4-5 zsákba macskát. A ringlis példára én nem ültem fel, mert szédültem abban a korban. Gyerekkorom szép volt ott műhelyben, este 10 óráig sokszor bent voltak. Tüzeltünk, raktam a fűrészporoskáját, meg a, mikor mivel tüzeltünk. Süzettem a krumplit a izébe, a kályhacső tartozékába,
be lehetett rakni a krumplit a lukakba, még bőrt vágtam, törtem a kokszot, itt van a nagy stekambóc, ilyen nagy darabos kokszot apróra kellett törni, mint a mokka cukor akkorára legalább, hogy a kis lapáttal lehessen a kohóba tüzelni. Fújtattam a pápáéknál, mindig én kezeltem a hizét, és szakértelem, figyelni kellett oda, hogy olyan kékes zöldes lángol, mert a réz, hogy melegszik, olyan zöldes lángol ég a tűz, és bórakszra figyelni, mert ahogy olvadt a... mert bebórakszolták ők előre, de az nem mindig volt elég a forradáspont, azt lehetett látni, hogy na most azt akkor, ha így oda lehetett dobni a bóra, olyan hőség volt, akkor ilyen fúvócső volt kialakítva, hogy közepén egy skatulaba volt a bórax, és hogy belement a levegő, végig meg kifújta a bóraxot, az pont oda, amikor a olvadás. Hát ez néha nagy kiabálás, mert süket is kis voltunk, a kohó fújtatott. Most, oda, ide, oda. Ment az élet.